Sziasztok! Riot Arvil vagyok, és üdvözlök mindenkit a 2016-os előszezon bemutatóján. Az idei fő célunk az, hogy minden egyes LoL meccset egyedivé és élvezetessé tegyünk számotokra. Azt szeretnénk, ha a választott mesterségek, a megvásárolt tárgyak és a kiválasztott lövészek komolyan befolyásolnák a játékmenetet. Kezdjük a lövészek átdolgozásával. Az előszezonban úgy frissítjük őket, hogy kihasználhassák a nekik készült tárgyakat, de közülük 6 hős teljesen át is dolgozunk, hogy kiemeljük a személyiségüket. Quinn lényege, hogy eszméletlenül mobilis. Minimális töltési idő után képes lesz hívni a Valor légitársaságot, aminek segítségével remekül uralhatja majd a térképet. Azt szeretnénk, hogy ő legyen a LoL tűzoltója, aki képes elhárítani a kettős előrenyomulásokat, és bárhol ott teremhet, ahol egy szövetséges bajban van. Demacia a szárnyainak nincs lehetetlen. Mintha csak libákra vadásznánk. Graves a sérülékeny ellenfelek rémálma lesz, kis lőtávon belül mindenkit szétszed. A sörétes puskája végre életszerűen fog viselkedni, alaptámadás helyett blokkolható sörétet lő ki. Új Q képessége, az itt a vége, jelentős sebzést okoz a falak közelében és a szűk folyosókban ragadt ellenfeleknek. Még ne hajj meg! Ez csak a figyelmeztető lövés volt. Porki sebzése a legmágikusabb a lövészek között. Alaptámadásai mostantól részben varázssebzést, részben fizikai sebzést okoznak, és új passzív képességet is kapott. Korki földi személyzete néhány percenként összeállít neki egy különleges csomagot, ha ezt a bázisán fölveszi, sebességlöketet kap, a Valkürrel pedig merész bombázást hajthat végre, ami biztosan feldobja a csapatharcokat. Eddig Kog'Maw volt a végjáték szuperlövésze, de most átalakul igazi gigalövésszé. A mágikus bioágyú megduplázza a támadási sebességét, illetve a támadási sebesség maximumát is, így ő lesz az egyetlen, aki akár 5-ször is támadhat másodpercenként. Ha viszont ezt ki akarja használni, egy helyben kell maradnia, tehát ki is lehet játszani a megfelelő ellenlépésekkel. Miss Fortune lesz az a lövész, aki a csapatharcokban tud igazán kiteljesedni. Az őrült sorozat szintenként újabb hullámokkal gazdagítja a golyózáport, amely akár kritikus sebzést is okozhat. Új passzív képessége, a jut mindenkinek, bónusz sebzést biztosít, amikor a fejvadász új célpontot támad meg. Ezek itt a barátaim, Kín és Halál! Végül, de nem utolsó sorban, Caitlyn az ostromló mesterlövész. A Yordle csapda mostantól tölteteket használ, így viheti minden cókmokját a tornyokhoz, a célokhoz, vagy bárhova, ahol sürgősen be kell tartani a törvényeket. Ha az ellenfél csapdába lép, vagy eltalálja a 90 kaliberes háló, a következő 5 célzó alaptámadás egy nagy hatótávolságú fejlövés lesz. Nem menekülsz. A lövészek frissítései nyomán finom hangoltuk a tárgyaikat is, és készítettünk nekik néhány új játékszert. A korábbi, varázserőt adó tárgyakat érintő átdolgozáshoz hasonlóan több lehetőséget szeretnénk biztosítani azon kívül, hogy sebzés, meg sebzés, meg sebzés. Ha a képességeidre hagyatkozol, az új Essencia Martalóc neked való. Nem csak a mana regenerálódást növeli, de csökkenti a töltési időt is a kritikus csapási esélyed arányában, ami nevetségesen heves harcokat eredményezhet. A fantomtáncos új bónuszai a párbajokban nyújtanak majd segítséget, a runán hurikánjának nyilai pedig kritikusan is sebezhetnek, így mindenki kiélheti a benne rejlő jinxet. Statik töltőpengéje jobb lesz a minionok ellen, az új gyors tüzelő ágyú pedig töltődés után nagy távolságú, erős lövést ad le egyetlen célpontra. Igen, a tornyokra is. Rengeteg tárgy van, amelyet időhiányában nem tudunk most bemutatni, de mindenképp kell még pár szó a kezdő tárgyakról. A régi Doran kollekció mellett újabb lehetőségeket is fogunk kínálni. Az aratás bónusz aranyat ad a megölt minionok után, a fekete pecsét az agresszív, gyors előnyszerzéshez hasznos, míg az újra tölthető varázsitalokkal többféleképpen is gyógyíthatod magad. A rálátást is jelentősen átdolgozzuk, így az őrszemvásárlás és elhelyezés csapatszintű feladattá válik. A támogatók két irányban fejleszthetik az aranybevételt hozó tárgyaikat. Törekedhetnek a végső szint elérésére, melynek egy hatékony, aktív képesség a jutalma, vagy kombinálhatják látókővel, felszabadítva ezzel egy tárgy helyet. Mivel úgyis mindig háttérbe szorultak, a talizmánok mostantól automatikusan fognak szintet lépni.
Láthatatlan őrszemeket nem kapsz a boltban, így talizmánokra és a rózsaszín őrszemekre kell majd hagyatkozzatok a rálátásért. A lejárt őrszemek helyén pár percig porhüvelyek maradnak. Ezekkel megfigyelheted az ellenfél talizmán pakoló szokásait, hogy aztán ellenük fordítsd ezt a tudást. Kellemetlen meglepetésben lesz részük. Eddig a játék korai feladatai a szurdok alsó részére összpontosultak, így a felső ösvényesek magányosan harcoltak. Ezen szeretnénk változtatni egy kicsit. Íme a szurdok hírnöke. A hírnök egy semleges szörny, amely az első 20 percben a barom vermében fog várni. A felső ösvényesek könnyen lecsúszhatnak róla, ha elteleportálnak, így végre igazi tétje lesz a felső ösvény feletti uralomnak. A gyilkos csapást rámérő hős erősítést kap, amely majd segíti őt az előre nyomulásban a választott ösvényen. A hírnök legyőzése azonban két emberes feladat, ezért érdemes összeállni a dzsungeleseddel, hogy közösen próbáljátok kilakoltatni. A mesterségeket is teljesen átdolgozzuk. Kevesebb lesz a választási lehetőség, de minden döntés különösen számít. A mesterségfákon eleinte egyszerű statnövelésekkel találkozhatsz, majd később néhány egyedi hatás közül is választhatsz. A végső, kiemelt osztályban vannak a játékmenetet jelentősen befolyásoló mesterségek. Itt olyan lehetőségek szerepelnek, mint a nagy sebzések utáni sebességlöket, vagy a területi sebzés néhány támadás után. Az orgyilkosok és mágusok tehát így szerezhetnek nagyobb hatótávot, hogy végezzenek valakivel, vagy sebességet, hogy utána leléceljenek. Erejük miatt a kiemelt mesterségekből csak egyet lehet választani. Ezek csupán az első változtatások a League of Legends előszezonjában, ezért számítunk a visszajelzéseitekre, hogy biztosan a jó irányban haladunk-e. Az előszezon weboldalán a változtatások teljes listája megtalálható. Irány a szurdok, kellemes kísérletezést kívánunk mindenkinek!